Az Együtt 2014 társelnöke Szigetvári Viktor, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi a konklúzió? Mennyire volt sikeres az időközi választás Dunakeszin? Hát, ha jól látom az eredményt, a választás eredmény a szempontunkban sikertelen volt, hiszen Oláh Noémi a második helyet szerezte meg, és sajnos... Győzelemben reménykedtek? Azt hiszem, hogy aki ismeri Dunakeszinek azt a részét, ez nem a lakótelepi rész, hanem a repülőtér két oldalán elterülő kertvárosias részén kampányoltam Karácsony Gergővel és másokkal együtt múlt héten több napon. Hát az nem egy könnyű terep a bal-közép oldal szempontjából, már 2010-ben sem és korábban sem volt. Szerintem egy tisztességes eredményt ért el általában is a bal oldal. Nyilvánvalóan annak örültem volna, hogyha összefogásban sikerült volna, hogy mondjam, legyőzni a fideszes jelöltet. Annyit tudok önnek mondani, hogy szerintem egy kis helyi önkormányzati választási helyzetből, nem akarom lebecsülni sem az eredményt, sem Noémi munkáját, sem az MSZP-s jelölt munkáját, nem kell az ország egészének 2014-es kimenetelére általános következtetést levonni. Én sem pro, sem kontra nem szeretném ezt túlértékelni, abban vagyok elkötelezett, hogy majd a parlamenti választáson összefogás legyen, és szerintem ezért mindenki dolgozik is. Nem is igazából a baloldal jelöltjeinek a szereplése az érdekes kérdés, hanem szerte a hétvégi időközi választáson a Fidesz jelöltek szereplése. Ugye nagy fölénnyel nyertek mindenhol. Ugye Szentendre és Dunakeszi ebből a szempontból a két emblematikusnak látszó helyszín. Mint hogyha azokat az adatokat erősíteni ez, ami a különböző felmérésekben látszik, hogy 1,92 millió szavazója most is van a Fidesznek. Miért van ez? Azt tudom. Miközben ugye az ellenzék azt mondja, hogy nem tudom, tudja-e, hogy nem vizsgáztatni akarom félrejtés nehézség, de hogy 2000 nyara és 2006 áprilisa között, amikor két parlamenti választás volt abban az időszakban, a bal-közép oldal, akkori MSZP-SZDSZ együtt mennyi hónapig vezette a közvéleménykutatásokat? Elmondom önnek, egyszer vezette 2002-ben a választások hétvégéjén, és utána másodszor akkor vezette, amikor 2006-ban mondjuk utolsó 2-3 hétben átvette az MSZP-SZDSZ együtt a vezetést. Mindezt csak arra akarom mondani, hogy vannak olyan adottságok. Az MSZP tábora általában a bal-közép tábor egy lassan ébredő, a 4 évente megrendezett parlamenti választásokon magas részvételt produkáló választói tömb, hogyha van tét, hiszen 2010-ben azért nagyon sokan távol maradtak egy jellemzően inkább lefutottnak gondolt választási helyzetben. Mindezzel azt akarom önnek mondani, hogy van jelentőség az időközi választásoknak. Nem szeretem azokat az elemzőket, akik azt mondják, hogy semmi jelentősége nincsen. Nekünk például fontos volt, hiszen gyakorlatilag fél évesen létezünk, és egyébként tisztességes kampánnyal egy helyben ismert jó jelölttel el tudtunk érni egy eredményt. Én nagyon sajnáltam, hogy az MSZP-s jelölttel szemben a Fidesz hazug, velejéig undorító lejárató kampányt folytatott. Ez szerintem nem kellene, hogy része legyen egy helyi ügyekről szóló csatornáról, szemétszállítási díjról, nem tudom én miről. Nem így lesz az egész 2014-es választási kampány? Hát azt tudom mondani, hogy a Fidesz mindig minket vádol azzal, hogy lejárató kampányt csinálunk, és mindenféle egzotikus amerikai szerzőket, amiket olvasok a Magyar Nemzetben, és a nevüket még nem googlistam ki, tehát nem pontosan tudom, hogy kik azok, akik engem tréningelnek arra, hogy mindenféle dolgokkal ártsak a magyaroknak. Ez nyilván hazugság. Azt tudom mondani, hogy egy gyűlöletkampány épül abból, amit a Fidesz csinál, ez szerintem elfogadhatatlan. Azt látom, hogy elszabadultak ott olyan erkölcsi gátak a hatalom megtartása érdekében, nyilvánvalóan az előző riportban említett földügyektől kezdve Simicska Lajos és Nyerges Zsolt érdekeltség, nyilván rengeteg embernek van érdeke abban, hogy ne legyen hatalomváltás 2014-ben. Számomra ez a mostani választás azt mutatta, hogy ha tisztességes kampánnyal, a földön harcolva, ajtótól ajtói kampányon egy szervezet, az E14 PM Szövetség ezt tette tavaly, majd bocsánat, múlt héten, pénteken, szombaton és még csütörtökön is, akkor nem lehet eredményt elérni. Nekem ez az egyetlen pozitív része ennek a kampánynak. Azt gondolom, hogy akkor lett volna ez siker, ezért nem akarom se pró, se kontra túlértékelni, hogyha Noémi nyert volna. Van válaszuk a rezsicsökkentési kampányra, illetve arra, ami itt a következő hónapokban látszik ez ügyben, tehát hogy újabb és újabb fordulókat hoz be a közbeszédbe, és lehet, hogy a parlamentbe is a Fidesz? A 2014-es választás azt hiszem, hogy nem a rezsicsökkentésről fog szólni, hanem arról, hogy az ország jó vagy rossz irányba megy, ezzel nem megkerülni akarom a kérdését. Az emberek ezt el tudják dönteni? Mert az, hogy kevesebb a rezsijük, azt el tudják dönteni adott esetben, hogyha ez így van. Én általában harcolok az ellen, hogy értelmiségi emberek túlzóan leegyszerűsítő választóképpel rendelkezzenek. Én nagyon sok időt töltöttem. Most megkaptam a magam itt. Nagyon udvarias voltam. Ez szerintem. Így van. Nem erről van szó, arról van szó, hogy az alkotmányozás sem érdekli vélhetőleg annyira az embereket, mint amennyire az értelmiséget. Én nagyon sokat ültem fókuszcsoportos vizsgálaton, és egyébként meg sok lakossági fórumon, vagy nem tudom én, beszélgetésen veszek részt, és azt látom, hogy a dolgok velei, az emberek pontosan látják ezt a dolgot.
hogy vannak dolgok, amik ebben az országban nem mennek jó irányba. A rezsicsökkentés az egy olyan szociális válságba érkezik meg, amikor jó pár év után, hangsúlyozom, nem csak a Fidesz kormány pár éve után, általában csökken az emberek reálbére, ráadásul a Fidesz kormány idején egyébként még a közepes és alacsony keresetűeknek a bérhelyzete tovább romlott az igazságtalan adórendszer miatt, innentől kezdve nem szabad elítélni az embereket azért, mert örülnek annak, hogy akár csak néhány forinttal olcsóbb lesz számukra az energia, a gáz, a villamosára. A mi válaszunk ebben az egyrészt, hogy szerintünk átverés az a rezsicsökkentés, amit a Fidesz csinál, és nem megyünk bele abba az utcába, hogy azt mondjuk, hogy itten bármennyit lehetne csökkenteni, bármennyire, és azt mondják, hogy de hát akkor majd minket a nép megbüntet. Nem. Nem lehet úgy politizálni 2013-ban Magyarországon, hogy nem vegyük a bátorságot arra, hogy elmondjuk az embereknek, hogy egy profit nélküli ágazatban az energiabiztonságot veszélyeztető módon, úgyhogy egyébként az ármegállapításban az államnak döntő és meghatározó szerepe van, ráadásul egy profitábilis MVM az ágazat egészéből, mondjuk, hogyha az energiaárak, villamosáram részéről beszélünk, rengeteg pénzt ránt ki. Tehát innentől kezdve az állam maga meghatározóan szereplője annak az árképzésnek, ami történik Magyarországon, hogy egyébként a kormány a kisfogyasztókat ellátó szolgáltatókon veli le ezt a kérdést. Hiszen beszélgettem hétvégén egy nyomdásszal, aki azt mondta, hogy az lehet, hogy csökkent 100 forinttal az ő alkalmazottainak a energiaszámlája, de a nyomda számlája 2-3-400 ezer forinttal nőtt. Azért, mert nyilvánvalóan, ahogy szokták mondani a kisvállalkozói ellátásban, növekedett az áramnak az ára. Innentől kezdve az Együtt 2014 PM Szövetség csak azt mondja, hogy energiahatékonysági programmal csökkenteni lehet fenntartható és felelős módon az árakat, nem megyünk bele árháborúba, de akár 15-20-30%-kal. Másik oldalról viszont ezt a fajta hazugárháborút, amely rövid távú és csak a választási kampányról szól, be kell fejezni, és ebben ellene kell menni a Fidesz szándékának. Kocsis Máté azt mondja, hogy kitöltik az önök adatlapját, gyakorlatilag elbúcsúzhatnak a magánszférájuktól. Önök azt mondják, hogy á, dehogy. Hát Kocsis Máté egy fiatal ember, engem meglep, hogy milyen tájékozatlan az internet világában. Mielőtt tegnap egy hírtévé stúdióban voltam, elnézést, ezt a példát hozom, megnéztem a hírtévé honlapját, és a hírtévé honlapja is úgynevezett kukikat, sütiket helyez el a mindannyiunk számítógépen, ami nem szól semmi másról, nem a hírtévé tart a nyilván az ön vagy az én, hogy mondjam, bejelentkezését, hanem arról szól, hogy ott bejelentkeztünk, és ezért a honlap később már tudni fogja, hogy mi ott jelen voltunk. A mi Facebook alkalmazásunk minden elemében törvényes. Azért van ez az egész kérdés, mert mi egyébként részletesen tájékoztatjuk az állampolgárt arról, hogy mire, milyen célból kívánjuk használni az adatait. Hazug vádakkal illet minket egyébként a Kubatov Gábor féle listák miatt rossz lelkiismerettel ellátott Kocsis Máté. Sajnálom ezt, semmilyen törvénytelen dolgot nem csinálunk. Harmadik országban nem visszük el az adatokat, szoftvert nem telepítünk, egy dolgot szeretnénk. És egyébként akármilyen hazug kampány folyik ellenünk, ez rettenetesen sikeres. Sok ezer ember, most már mondhatom 10 000-nél több ember is jelentkezik aktivistának. Jelentkezik azért, mert az már egy komoly vállalás, van már majdnem 100 000 like a mi oldalunkon, a lájkokat nem kell túlbecsülni, de ha valaki veszi a fáradtságot, hogy kitölti ezt, megadja az irányító számát, megadja az e-mail címét, azért, mert szeretne aktivistáknak jelentkezni, ebből lesz az a csapat, aki majd Bajnai Gordon mellett egy összefogás révén meg fogja harcolni ezt a választási kampányt 2014-ben. A lájkokat oda helyezők is megtalálhatók a Facebookon, tehát fordítva is működik ez a logika, aki egyszer ott már lájkoltanak az adatait a Facebookról, ha akarják, akkor... Igen, csak az a fontos, mert Máté azt mondja, hogy ezt mi kezeljük, mi ezt nem kezeljük. Mi azt kezeljük, amit nekünk megadnak, az viszont törvényes. Péter Falvi Attilának a vizsgálatának természetesen állunk elébe. Szigetvári Viktor, én pedig köszönöm szépen, hogy eljöttem. Köszönöm szépen. Jön a híradó, utána pedig megkérdezzük a katasztrófa védelem szóvivőjét, hogy mi a helyzet az országban.